Tegnapi nap folyamán a Fidesz elveszítette érdekérvényesítő képességét az Európai Unión belül, hiszen bárki bárhogy értelmezi az Európai Néppárt döntését, az biztos, hogy a Fidesz semmilyen jogát nem gyakorolhatja az Európai Néppárton belül. És ha azt nézzük, hogy az Európai Néppárt a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, akkor azt is tudnunk kell és látnunk kell, hogy az Európai Parlament dönt például az Európai Unió költségvetéséről. Az Európai Parlament végső soron dönt az Európai Bizottság vezetőjéről, tisztségviselőiről, tehát ezzel a Fidesz az Európai Parlamenten belül sem tudja az érdekeit, Magyarország érdekeit képviselni. És nem csak a Fidesz, hanem a kormány is veszített ezzel, és nem csak a kormány, hanem Magyarország is. Hiszen Magyarországnak elemi érdeke, hogy a költségvetés úgy alakuljon, hogy azok a támogatások, amelyek a magyar családokat, vállalkozásokat segíthetnék, azok megérkezzenek. Ez az, amit veszélybe sodort a Fidesz. Nincs más, mint hogy a Magyar Szocialista Párt képviselje Magyarország érdekeit az Európai Szocialista Párton belül. Ezért kell a májusi európai parlamenti választásokon olyan pártot, a Magyar Szocialista Pártot támogatni, amely a magyar emberek érdekeit képviseli. És nem csak az a veszély van, hogy Magyarország érdekét a kormány nem tudja képviselni, hanem felmerül annak a veszélye is, hogy Magyarország kilép az Európai Unióból, vagy kizárják az Európai Unióból. És ez persze első hangzása meredeknek tűnik, de emlékezzünk arra, hogy hány elemző garmadája mondta azt a Sargentini jelentés előtt, hogy ezt az Európai Parlament biztos nem fogja elfogadni, hiszen az Európai Néppártnak nem érdeke a Fideszt kellemetlen helyzetbe hozni. Az Európai Parlament kétharmaddal szavazta meg ezt a jelentést. Ha két hónappal ezelőtt felvetettem volna, hogy az Európai Néppárt felfüggeszti a Fidesz pártagságát, akkor mindenki megkérdezte volna, hogy honnan veszem ezt az információt. Ehhez képest ez a döntés tegnap megszületett. És tudjuk jól, hogy az európai testületek előtt, az Európai Bizottság és az Európai Parlament előtt is van egy olyan javaslat, hogy az Európai Uniós támogatásokat csak azok az országok kaphatják, amelyek megfelelnek a jogállamiság kritériumainak. A Magyarország ennek nem felel meg, tehát könnyen előfordulhat az is, hogy Magyarország nem fog tudni hozzájutni az Európai Uniós forrásokhoz, mert Magyarországon nincs jogállam. Ebben az esetben magyar családok, magyar vállalkozások mehetnek tönkre, és innentől élhet Orbán Viktornak az a megjegyzése, hát ha nincsenek uniós támogatások, akkor mi értelme az Európai Unióban maradni. Éppen ezért fontos, hogy a májusi választásokon az Európa párti erőkre szavazzanak a választók, és minél többen menjenek el szavazni. Mindenféle fake news ellenére, bár ez tegnap a miniszterelnök lejáratta ezt a kifejezést, létre fog jönni Magyarországon az európai parlamenti választásokra az egyetlen közös lista, még néhány éjszakát át kell aludni, szombaton a választmányunk elfogadja a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd közös listával indul az európai parlamenti választásokon. Itt fogjuk képviselni a Haza Szeretet Európa elnevezési programunkat, hiszen mi hiszünk a szociális Európában, amely az emberekről szól. Törekedni fogunk, küzdeni fogunk az európai minimálbér szabályokért, a minimum nyugdíj szabályokért, a szociális bérlakás program támogatásáért, de emellett küzdeni fogunk a klímavédelemért, küzdeni fogunk a környezetvédelemért, amelynek a kampányát, amely programunknak az arca Jávor Benedek lesz. Készülünk az EP választásra, éppen ezért aláírásgyűjtésbe kezdünk, mi európaiak akarunk maradni, arra kérjük a választókat, hogy standjainkon, a településeken, ahol kitelepülünk és megjelenünk, támogassák aláírásukkal, hogy mi Európában akarunk maradni, és aki Európában akar maradni, az az MSZP Párbeszéd egyetlen közös listára szavaz, és engedjék meg, hogy elsőként aláírjam ezt az aláíróívet. Köszönöm.